Szép jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Fogadjuk azt, folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben legendákat mutatunk be, Székesfehérvár sport legendáit, hiszen ne feledjük, Székesfehérvár sportváros. Mai vendégem Demeter Gergely, tusázó. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Tisztelettel köszöntöm én is! Hát azt gondolom, hogy a te életutad valamilyen formában eleve elrendelés. Mondom ezt azért, hiszen a Demeter család, a nagyapád és édesapád is, a testvéred, testvéröcséd nem különben a sport legendák, mindannyian. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy családban tulajdonképpen nem csak a tehetség, hanem a szorgalom is ötvöződik, kézenfogva jár, ha úgy tetszik. Mert hogy ez azért alapvetően meghatározza az életedet. De valóban így volt. A családi legenda mennyiben határozta meg a te gyermekkorodat? Hát azért nagy mértékben meghatározta, mivel hát ugye apukám az eléggé hát ugye nagy sikereket ért el, ugye hát az első felnőtt Európa-bajnokságot megnyerte, és ez azért a kezdeti, hát hogy is mondjam, pályafutásba azért, hát hogy segítette, úgymond, vagy adott egy kis motivációt, hogy azért ilyen eredményeket is szép lenne elérni nekem is, de hát ugyanígy ez a nagypapámnak az életútja, amit ugye hát ő a kosárlabdába véghez vitt, hát az is igazán hát nagy hatással volt rám. Ugye Demeter Vilmosról beszélünk, aki a nagypapa. Én azt hiszem, hogy mint Fejér megye díszpolgára most is köztünk van, bár nem lehet így ebben szó szerint velünk, de azt gondolom, hogy az ő hatása a fehérvári sportra mindenképpen tetten érhető ma is. Hogy kezdődött? Hiszen nyilvánvaló volt, hogy az édesapádat szeretnétek ugyanúgy folytatni már, mint az általa elkezdett ötüse legendát. Nem is volt más választásod, vagy ez volt az alapvetés? Hát nem volt alapvetés. Abban reménykedek, bár ezt így még konkrétan sose kérdeztem meg, de hát nyilván nem az volt, hogy oda vittek az úszodába, és akkor mondták, hogy mától tusázónak kell lenned. Hát valamilyen szinten ugye az iskolába kezdődött ugye az úszóedzések, vagy az iskolai oktatáson, és ott mondták, hogy nem gondolom el, hogy meg kéne próbálni ezt a sportágat, de valamilyen szinten ugye nyilván próbáltak terelgetni arra felé, hogy én is a bátyám után, ugye a Bence után elkezdjem ezt a sportot, vagy kipróbáljam legalább, és mivel így nagyjából már az elején így jónak éreztem magam benne, ezért úgy gondoltam, hogy ezt érdemes még egy darabig folytatni, és azért... Tehát úszással kezdődött, a futás az nyilván adta magát. A többi sportágban mikor kóstoltál bele? Hiszen azért tudjuk, hogy ez lépcsőzetesen megy. Hát igen, hogyha valaki nagyon fiatalon kezdi el ezt a sportágat, akkor ugye ez a sorrendben van valamilyen szinten. Tehát először úszás, aztán ugye ilyen 10 éves kori úszás-futás, utána hát ilyen 2-3 éves korba elkezdenek lőni, aztán a vívás, és végül a lovasport. Zökkenőmentes volt nálad? Hiszen azért tudjuk, hogy az eredményekhez nyilvánvaló kell, hogy olyan adottságokkal rendelkezzék valaki, amilyen a tiéd is volt. De hát azért lovagolni és lőni meg kell tanulni nyilvánvaló. Hát nyilván hát az elején az mindig egy tanulási folyamat, ott vannak hibázási lehetőségek, tehát így nálam is persze voltak problémák, volt, hogy az elején azért néha kicsit a lóval még ugye meg kellett barátkozni, hogy valamilyen szinten ugye ezt a kevés félelem, ami volt bennem, azért a lovakkal szemben ezt azért le kellett küzdeni, de igazság szerint későbbiekben a lovaglás lett a kedvenc
sportágam, tehát így azért jól kijöttem utána a lovakkal. Azon kívül csak a későbbiekben voltak problémák, de hát... Kik voltak a mestereid az egyes szakágakban, akiktől hát, megtanulhattad, mert hát nyilvánvaló az egy tanulási folyamat? Hát elég sok edzőm volt ugye a pályafutásom alatt. Hát a végén ugye a vívásban például édesapám volt az egyik vívó mesterem, illetve Korpona István volt a másik. Lovaglásban hát volt ugye Varga Domokos, illetve hát Sós Attila volt a másik edzőm, akkor úszásban Szloboda József, futásban Vitéz László volt a végén. Voltak de, példaképeid? Hát a legtöbb, hát Balczó András ugye valami volt ebből a szempontból az elsődleges példakép, de... Tehát ideje korán kiderült, hogy tehetséges vagy, és sokra viheted. Azt hiszem, hogy ennek a jele az nyilván nem itthon, de ha megnézzük a nemzetközi versenyeket, már az ifjúsági olimpián Szingapurban kiderült. Ugye ezt 2010-et írtunk, idestova 12 éve, és ugye negyedik lettél az öttusában, de itt azért furcsa volt ez a verseny. Beszéljünk egy kicsit erről, hiszen ez áttörést is jelentett. Hát igen, igazság szerint ez volt az első lézeres lövészet, amiben ugye lézerpisztolya kellett egy táblára lőni, és meg az első ugye ifjúsági olimpia, amire nekem sikerült kijutnom. Hát ez elég nagy, hát hogy is mondjam, segítség vagy, hát egy úgy éreztem, hogy ez egy előrelépés a karrierem vagy a pályafutásomba, és de sajnos ez nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, vagyis hát reménykedtem benne, ugye valamilyen szinten, hogy dobogos tudok lenni ezen a versenyen. Ez sajnos a víváson nekem nem úgy sikerült, és egy elég nagy küzdéssel tudtam úgymond a negyedik helyre feltornázni magamat, ami egy jó lövészettel és egy erős futással sikerült nekem. Egyébként nehéz volt a lézerránt megszokni, hogy a lövészetet és a futást összevonták? Hát ugye először a sima légpisztolyos lövészettel kezdődött az egész. Hát az elején igen, ez egy nagy áttérés volt, tehát így sokat kellett belefektetni, hát nem csak nekem, ugye mindenkinek ebbe a sportágba, vagy ebbe az átállásba, és de úgy éreztem az elején, amikor ugye ez úgy hirtelen bejött, hogy ez nekem egész jól ment, tehát így viszonylag az elején úgy mondhatom, hogy volt egy kis előnyöm, hogyha így nézzük, mert jól ment ezzel a kombinált számban a lövészet. Nagyon fontos volt a következő két esztendő, hiszen 2012-ben olyan fordult elő, ami azóta sem, és szerintem egyedülálló az öttusa sport történetében, az Alba Volánból kismillió, azért mondom a neveket, tehát a lengyel junior VB-ről beszélek, hogy Slettemese, a lányokat mondom, Szabó Noémi, ugye Saci sérült volt, Kovács Sarolta, de aztán Demeter Gergő, Málics, Harangozó Bence, sőt Stróp Krisztián is indulhatott. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy azóta sem fordult elő, hogy egy magyar klub egy ilyen rangos megmérettetésen ennyi sportolót indíthatott. Ez egy fantasztikus korosztály volt a tiétek. Húztátok egymást, segítettétek egymást? Nyilván nem futotta be mindenki azt a pályát, ami eleve elrendelés lehetett volna számára, viszont ez fantasztikus volt, és ez dicséri a klubot, dicséri az edzőket, és hát persze a versenyzőket is. Milyen volt ez az időszak ebből a szempontból? Hát igen,
ez a korosztály, ez hát úgy mondjuk eléggé összejött, tehát így a csoporttársaim, ugye akiket említettél a fiúknál, hát mi mindig úgy próbáltunk ott a magyar él mezőnybe, vagy a nemzetközi versenyekre úgy kijutni, és a többségében kettő vagy három közülünk mindig kijutott ezekre a korosztályos versenyekre, és hát természetesen segítettük egymást, próbáltuk húzni egymást, hogy hát együtt próbáljunk szerepelni ezeken a nemzetközi versenyeken, és minél jobb eredményeket elérni. Az mennyit segített a te pályafutásodban, hogy ott volt neked mindig Bence, illetve az édesapád? Ez néha bizonyos értelemben gát is lehet, ugyanakkor én azt hiszem, hogy segítség sem is. Hát nyilván ez egy pozitív dolog, de valamilyen szinten nekem volt egy kis, hát néha nézeteltéréseim az édesapámmal, a vívással kapcsolatban. Tehát nem mindig úgy fogadtam a dolgokat, ahogy kellett volna. És hát ez versenyeken azért néha így kicsit viszályát hozta létre, de a bátyámmal azon kívül mindig próbált segíteni, ő valamilyen szinten, tehát vele nem volt sose probléma. Ez egy nagyon fontos időszak volt. Én még visszaemlékezem, amikor az Oskola utcában a nagypapádnál szoktatok néha ebédelni, és egyszer ott voltam, és hát azért látszott, hogy a két testvér, akkor már ugye kis ilyen felnőttek voltatok, hogy teljesen, tehát együtt van a család ilyen értelemben is. Ez azért fontos volt számodra? Igen, mindig jó érzésre töltött el, tehát így ezek az összejövetelek, ugye, hát meg természetesen az a része is nagyon pozitív volt, hogy a nagypapánk az mindig nagyon érdeklődő volt, azért ugye természetesen a sport szeretet miatt mindig kérdezett a versenyekről, hogyan éreztük, milyen volt a verseny, tehát így, és ezen kívül a család többi része is megkérdezte ezeket a dolgokat, de rajtunk kívül ugye például az unokatestvérem, a Círus Józsi, ugye kosárlabdánál ő is azért sokszor beszámolt ezekről a versenyekről. Tehát ez egy igazi összetartó család mindenképpen. Annak idején ugye fotónk is van róla, hogy és már ott vagyunk, most megjöttünk Fehérvárra, hiszen a junior 5-us a világbajnokság egy fantasztikus sikert hozott számodra is, hiszen csapatban nyertetek, egyéniben ezüstérmes lettél, és néztem azt a fotót, hogy ott áll a család mindenki, és azt hiszem, hogy erre nagyon jó visszaemlékezni. Beszéljünk erről, hiszen ez aztán biztos, hogy megerősít valakit, hiszen a következő évben már felnőttek között indultál, de most egy kicsit menjünk vissza a fehérvári versenyhez. Hát igen, ez általán a legközelebb a szívemhez, ugye ez az eredmény, ami szerintem a legjobban sikerült versenyem volt a pályafutásom alatt. Hát itt szinte nagyjából minden összejött nekem, és ez külön pozitív dolog, hogy ez egy hazai fehérvári versenyen sikerült, egy világbajnokságon, ahol a családom nagy része ugye részt vett ezen a rendezvényen, megnéztek engem, és ez nagyon pozitív és örömteli. Csapatban pedig nyertetek, én hát azt hiszem, csapatban ugye nyertünk, és váltóban is. És jött a felnőtt korszakod. Én azt gondolom, hogy a felnőtt korszak az mindig törést jelent, főleg egy olyan sportágban, ahol a hagyományok szerint nem igazán számít a kor, ha úgy tetszik. Tehát gondolok itt arra, hogy számtalan 30 év feletti öttusázó is ott van az élvonalban. Ha jelent nézzük, akkor ez az meg a múltban is így volt. És jött a Budapest bajnokság. Én ezt azért hozom fel, mert az egy azt mutatta meg, hogy igenis helyed van a felnőtt mezőnyben, hiszen nyertél. Én azt gondolom, hogy ennél jobb indítatás egy felnőtt pályafutás kezdetére nem nagyon van.
Hát a junior világbajnokságon való szereplésem után, igen, ez a Budapest bajnokság eléggé elindította ezt a pályafutást a felnőtt korosztályban, és a szövetségi kapitány is megadta ezt a bizalmat bennem, hogy elindított jó pár felnőtt világkupa versenyen, és volt lehetőségem tapasztalatot szerezni a felnőtt mezőnyben, ami nélkül hát ugye valamilyen szinten elég nehéz eredményeket elérni, főleg ezt inkább vívásban kell a tapasztalatot megszerezni, mert ott van úgymond hát a legnehezebb. Így van, hát ha csak arra utalunk, hogy ott veszel el az ellenfelettől hát, pontot nyilvánvalóan. Viszont volt egy remek mezőny, akik azóta is tartják magukat, tehát egyik oldalról Bence a bátyád, Marosi és Kasza. Tehát akik még most is, tehát amikor arra utaltam, hogy 30 felett is bőven működik ez a sportág, tehát rájuk is utaltam valamelyest. Milyen volt a felnőtt korszakod? Hiszen számtalan jó eredmény fűződik a nevedhez, ugyanakkor kiugrás, azért a válogatottban ott voltál, de a kiugró lehetőségek talán nem jöttek be annyira. Hát igen, sajnos ez a felnőtt mezőny, ez vagy felnőtt korosztályban való szereplésem, ez nem olyan eredményeket hozott, mint ahogy a juniorba elindultam, és ez sajnos bennem is megmaradt ez a kis tüske. Hát a igazság szerint egy eléggé erős, úgymond felnőtt korosztály volt, akik ugye ez a Marosi, Kassa, a bátyám, meg az elején még ugye a Tibolya Péter volt ez a négyes, aki hát eléggé megrendíthetetlen volt a Európa és világbajnokságon való szereplések bejutása kapcsán. Hát igen. 2017-ben azért ott lehettél. Hát volt egy párszor, igen, amikor néhányszor sikerült Európa vagy Európa bajnokságon vagy világbajnokságon szerepelnem. Néha ugye többségében vagy csapatba, vagy váltóba, egyénibe ugye hát csak Európa bajnokságon szerepeltem. A nemzetközi versenyek kárpótoltak azért, hogyha úgy tetszik, bár csak így lenne minden sportágban, hogy valaki ott van és az élmezőnyhöz tartozik, de ha nem nyer érmet, akkor már csalódott, teszem hozzá. De a nemzetközi versenyek azért kárpótoltak, mondom én. Hát igen, tehát nagyon boldog voltam, hogy azért ezeken a világkupa sorozatokon is valamilyen szinten részt vettem, tehát így az örömteli volt, hogy eljárhattam versenyekre, tehát ez egy nagyon pozitív dolog volt. Nyilván nem égtél ki, viszont a pályafutásodra jelentős hatással volt az öttusa mindenképpen, mármint az elért eredmények is. Hogy érzed most az elmúlt időszakot, hiszen egy furcsa időszakot éltünk meg? Koronavírus járvány és így tovább. Hát, hogy milyen hatással volt ez a sportága az élet. Hát, ugye nagyon sok pozitív dolgot tanultam meg a sportból, ugye a kitartás, tehát továbbra is próbálom magamat közel tartani ugye a csapattársaimhoz, tehát így annyira összetartó volt ez a csapat, hogy a mai napig szoros a kapcsolat, úgymond. Milyen a jelened? Akkor inkább azt kérdezem. Mi történik a jelenben veled? Hát ugye nekem a pályafutásom után én befejeztem az iskolát a Dunaújvárosi Egyetemen, utána volt egy kis, hát
külföldi munkavégzésem, egy fél évet töltöttem Ausztriába, utána itt a Városgondosságnál is voltam egy fél évet, és most pedig a Köfénbe dolgozok a Hydro nevezetű cégnél, mint logisztikus, tehát... Az Öttusától ilyen értelemben elszakadtál teljesen? Mint az elején sokat, vagy nem az elején, a vége felé azért jó páran kérdezgették, hogy az edzői pályafutással szeretnék-e valamit kezdeni, vagy hogy nem gondolkozok-e ebben, de én már az elején úgy kijelentettem, hogy annyira nem érzem magamnak ezt a dolgot, így másfelé kezdtem el dolgozni. Kicsit térjünk vissza az Öttusához. A szabályváltozások, ugye beszéltünk róla, hogy a lézerrán a te pályafutásod kezdetén jött be, most újabb változások várhatók, nincs lovaglás. Mi a véleményed erről? Tudjuk, hogy még a párizsi olimpiáig ez kitart, de nyilván óriásit változik a mezőny, és teljesen más elvek mentén kell készülni egy-egy világversenyre. Mit gondolsz erről? Hát ez nagyon meglepett ez a változás engem is, ahogy itt a körülöttem lévők, vagy csapattársaimat is nagyon megrendítette, és nagyon csalódott vagyok, hogy ezt a döntést kellett hoznia itt a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek. Az okok ugye a legutóbbi olimpián való szereplés miatt is gondolom, de ezt konkrét tényeket ugye ezzel kapcsolatban most így hirtelen nem tudok, hogy miért lett ez a döntés, de meg abból a szempontból is csalódott vagyok, hogy a lovaglás nekem egy elég szívhez közeli sportág volt, és azt szerettem a legjobban, így ez még jobban rosszul érintett, hogy ezt a sportágat ki kell venniük. Kerek a világod most? Hiszen pályakezdő vagy, ha úgy tetszik. Igen, az elején voltak nehézségeim a munkakereséssel, mert miután visszajöttem a külföldi munkavégzésről, akkor jött be ez a koronavírus dolog, és elég nehéz volt állást találni. Mit kívánjunk neked? Én azt mondom, hogy a civil létben találd meg a helyedet, mert azt hiszem, hogy ennél fontosabb nincs, hiszen még előtted a világ. És hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt gondolom, hogy a Demeter család számára fontos, hogy megmutatkozzék, hiszen példák és példaképek vagytok mindahányan. A nagypapától, az édesapától, a bátyáddal, és te magad is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen, hogy itt láttam. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Demeter Gergely volt, nagyszerű öttusázónk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!